Nem vicc, villám csapott Liptai Klaudia kuckójába az esküvőjükön. Könnyen lehetett volna tragédia a műsorvezető legszebb napjából. Hétvégén ünnepelte harmadik házassági évfordulóját Liptai Klaudia és Pataki Ádám. A jeles nap alkalmából pedig a mestercukrás káprázatos helyre vitte feleségét. Nem csak romantikáztak, nosztalgiáztak is ez alkalomból, a műsorvezető a 95.8 Sláger FM-en idézte fel a nagy napot. Klaudia kezdetben nem sok jót remélt az esküvő napján az időjárás nézve, sírt is az eső miatt. Bár ez az ország egyik legszárazabb része, a Lagzink napján hatalmas eső volt. Egész éjjel szakadt, reggel pedig már dörgött és villámlott is hozzá. Semmi esélyét nem láttam annak, hogy eláll. Aggódtam, hogy a vendégek kevesebben jönnek el, vagy rosszabbul érzik majd magukat a pocsék idő miatt. Pohászkodtam az égiekhez, kértem édesanyámat ott fent, hogy tegyen valamit, álljon el az eső, vallotta be Liptai Klaudia, aki nem tagadja, az időjárás miatt sírt is a nagy napon. Villám csapott a faházba. Teljesen reménytelennek tűnt a helyzet, míg a Lagzi helyszínét is áttették, mindenki gumicsizmába járt, a vizet néhonnan merni kellett, annyi eső esett. Ha ez nem lett volna elég abba a faházba, amelyikbe én készülődtem, a villám is belecsapott. Szerencsére nem lett baj, de a riasztó biztonsági szekrényét tönkretette, így az is beindult. Idézte fel a történteket a színésznő, akinek imáját végül meghallgatták az égiek. Az eső elállt, a Lagzi pedig tökéletesre sikerült. Kettőkor, mintha elhúztak volna egy függönyt, elállt az eső, kisütött a nap. Klaudia gyönyörű volt, minden szuperül sikerült. A vendégeink pedig a mai napig úgy emlegetik a Lagzit, mint a világ egyik legjobb bulija. Mi is úgy emlékszünk rá, mint életünk egyik legjobb napjára, csodálatos volt, tette hozzá Pataki Ádám. Nektek milyen véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le legfrissebb hírekről.